Soraiban Fradistákkal folytatta nagy sorozatát a Ferencváros vendégeként x a Siófok női kézilabda csapata. Az FTC pont hullajtása után most Lipcsei BL selejtezőjére koncentrál, ahol először a Holland ellenfélel találkozik majd Elek Gábor gárdája, amelyből most a Győrből visszatért válogatott átlövő Sós Viktúra jött el hozzánk, ő vendégünk. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt e, Viki, mondhatjuk azt, szokták mondani, nem sikerül a főpróba, akkor jó lesz az előadás. Azért Lipcse a legfontosabb, nem? Így van, a lépcső a legfontosabb. Nyilvánvalóan nem örültünk ennek a hétvégi pontvesztésnek, de nem szabad most, hogy ez meghatározza a jövő hetünket, tehát ezt most szépen el kell raktároznunk magunkban, és tényleg a hétvége az nagyon-nagyon fontos lesz számunkra. Tíz perc múlva kezdheted a raktározást, addig még mi volt a gond a siófok ellen? Hát azt gondolom, hogy az első félidő az nagyon jól sikerült. Hát a úgy nézhet, hogy és -e lesz. vezettünk és igazából a második félidő elején volt egy tíz percünk, azt hiszem, vagy egy talán egy picivel több, és akkor nagyon megengedtük a siófoknak, hogy átvegyék a, az uralmukat a pályán, és azért ezt nem szabad megengednünk nekik, hiszen jól tudtuk, hogy egy jó csapat, tehát hogyha úgymond vérszemet kapnak, akkor ők azt ki is fogják használni, és ki is használták. Öhm, hát azt gondolom, hogy tényleg ez, ez, már egy megnyert mérkőzés volt, és talán egy picit felengedtünk a második félidő elején, és ezt nem lett volna szabad. Meg hát, hogy ha az ember azt nézi itt Pastrovistól, Deákinát, ö, ö, Szekercésig, akkor azt is lehet mondani, mintha egy tükör lett volna, nem? Tehát, ugye a túloldali Fradi szív is döntött. Öhm, mindenféleképpen mondom, tudtuk, hogy ez egy nagyon jó csapat, oda kell rájuk figyelni. Tényleg egy szépen összerakott gárda, és mondom, minden elismerés nekik, hiszen nagyon jól szerepelnek eddig a bajnokságban. És hát ugye azt lehet mondani, hogy nektek lehet, hogy nagyon fog hiányozni a végelszámolásnál ez az egy pont, de úgy tűnik, hogy mások is lesznek, akiknek az egy vagy két pont fog hiányozni a végelszámolásnál a siófokkal kapcsolatban. Hát szerintem számolgatni, vagy ráérünk a végén hmm. egyenlőre, tényleg most már ilyen hibákat nem engedhetünk meg magunknak. Ez az X-ez azt is jelenti, hogy a korábbiaknál egy erősebb, kiegyensúlyozottabb magyar bajnokságra számíthatunk? Nagyon azt mutatja egyébként az eddigi meccseknek a felállása, mert tényleg történtek meglepetések is. Szóval, igen, egyre erősebbnek mondhatjuk a magyar bajnokságot, de szerintem erre már tavaly is voltak jelek. Uh -huh. Hát igen, meg már akkor is szó volt róla, hogy a igen. legerősebb bajnokság a világon. Igen. Ez biztos hogy gyengébb nem lett most az nem, első jelek. Nem, követőd. de hát ez, ez, ez a jó. Hát ez a jó, persze. Na de a -e idén 2007? Az egy ismerős magyar bajnokság szempontjából neked a fradiból. Igen, igen. Az a baj, hogy én így az elején, tehát szerintem az a legfontosabb, hogy lépcsőről lépcsőre haladjunk, tehát hogy álmodozni lehet, és, és tényleg magunkban ezt is tesszük, ezért dolgozunk hétről hétre, de mondom most a következő az a hétvége, tehát a szombat-vasárnap kell százszázalékosan teljesítenünk. Mielőtt még a lipcsei előzményekre térünk, azt mondnak, hogy a felkészülésetek milyen hangulatú volt, és hogyan sikerült szakmailag a, a csapat összerázása és összerakása? Szerintem, belülről hogy néz ki? Elmondhatom, hogy tényleg egy erős alapozáson vagyunk túl, de most a hangulat az, az természetesen nagyon jó, tehát azért mi egy olyan gárta vagyunk, úgy gondolom, aki, aki nagyon összetartó. És szóval ide könnyű volt visszatérni? Nekem nagyon. Igen. Uh -huh. Uh -huh. Azt mondd meg, hogy ugye most nyilván, a, tehát a lipcső a legfontosabb, itt, itt viszont, amikor azt latolgatjátok, hogy milyen esélyekkel indultok, idegenbe játszik a, a csapat, két meccs lesz, de hát mégiscsak azért itt arról van szó, hogy kötelező lenne a BL, nem? Igen, nem lesz könnyű dolgunk, tehát ezt azért jól tudjuk, hiszen azért két meccs lesz, ahogy mondtad, és a hollandokat sem szabad lebecsülni, tehát azért nem, tehát mi úgy készünk Lipcsébe, tehát hogy, hogy előtte még azért egy nagyon fontos mérkőzésünk lesz, és igen, akkor ott van az a másik része, hogy ők otthon játszanak, hazai környezetben, de ezeket mind félre kell tennünk, tehát ezért dolgozunk, mióta elkezdtük az alapozást, hogy, hogy, hogy nekünk ezt meg kell csinálnunk, és, és én nagyon bízom benne, hogy ez sikerülni is fog. Mit tudtok az ellenfelekről? Mennyire sikerült eddig feltérképezni? Mennyit néztétek, videóztátok, láttátok őket? Meg hát most a következő napokban, aztán majd dosztig lesz ez. Igen, nagyjából már úgy ismerjük őket, vagyis hát, hogy igyekszünk minél több információt begyűjteni róluk. Jól, tehát tudjuk, hogy erős csapat, most hogyha nem a hollandokkal kezdem, hanem a Lépcsővel, akkor azt hallottuk, hogy azért vannak sérülteik, de hát ki tudja, tehát még egy hét alatt lehet, hogy ők is így felépülnek, tehát azért ezt így előre sose nem lehet így hinni a híreknek majd csak akkor, hogyha ott leszünk, de nem is ez a lényeg, tehát biztos, hogy aki ott van, mindegyik csapat ugyanúgy akarja ezt a győzelmet, tehát mondom, nem lesz egyszerű dolgunk, de hát azért vagyunk, hogy ezt megoldjuk, vagy azért dolgozunk, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Ez, amit látunk tavaly a, a bajnokságban, meg egyáltalán az egész szezonban a BL-ben is a, a Fradinak volt egy ilyen érzelmi hullámzása. Most milyen praktikákat talált ki Ele Gábor vezetőedző, hogy ebből egy egyenletesen jó teljesítmény legyen, és ne legyenek meg ezek a hullámvölgyek? Azt ugye láttuk a szuperkupa döntőben, hogy a győr ellen a végén nagyon összeszedte magát a csapat. Igen, azért vannak egy mérkőzésen belül is jobb és kicsit rosszabb periódusok. Rengeteget dolgozunk edzésen azért, hogy folyamatosan egy szintre tudjuk hozni az egész meccset. Nyilván ez nem könnyű, de... Persze mentálisan is igyekszünk egymást is felkészíteni erre, és szerintem Gábor is próbál minket úgy kezelni, meg úgy tüzelni, hogy, hogy egy pillanatra se adhatjuk fel, és tényleg nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy picit ne a feladatunkra koncentráljunk akár, vagy így megelégedjünk, vagy így megszusszonyunk egyet, de de azt hiszem, hogy azért jó úton haladunk, tehát meg, meg tényleg a felkészülésünk is jó volt, tehát öm, nem lesz egyszerű dolgunk, de, de, de nem hiszem, hogy ö, ilyen gondjaink lennének, hogy, ö, hogy nem fogunk odafigyelni egy, egy periódusra a meccs közben. Miben lesz más egyébként ez a Fradi idén a játékában, a stílusában lesz eltérés a tavalyhoz képest egy némely személyi változásokat is figyelembe véve? Azért van egy alapvető stílusa, ugye a Fradinak, ez szerintem ez a gyors játék. Az uh, megmarad? <laughs> az megmarad, szerintem. Uh, hát igazából személyi változások, csak uh, nem, nem sok emberünk, vagy nem sok ember jött ugye kapusposzton, jobb szélső poszton, meg uh, én, meg így ugye a fiatalok is így jöttek fel. Uh, hát maximum az, hogy uh, talán, hogy jobb, jobb oldalon én többeti vagyok bal a pályán, tehát maximum ennyiben hiszem, hogy esetleg változik egy picit. A maga teljesítményével a felkészülés során mennyivel voltál elégedett és idáig? Hát nem volt egyszerű dolgom, hiszen tavaly ugye nem sokat játszottam, szóval így személy szerint nagyon sokat kellett dolgoznom, meg hogy újra erősnek érezzem magam de azt hiszem, hogy én is egyre, tehát saját magamat is érzem egyre erősebbnek és jobb formában. Na most, hogyha visszatérünk a BR-re, meg volna a további jutás, akkor azt is lehet tudni, hogy kik lennének az ellenfelek. És ugye az ellenfelek között tökéletes, hogy ott van egy másik volt csapatod a Hipó is, akit persze a felkészülés alatt sikerült megvernetek. Mely csapatot? Igen, találkoztunk velük a nyáron, de azt tudtuk, hogy azért már ott, ugye, hogy már nincsenek a brazilok. Ez már nem a brazil hipó, igen. igen, ez már nem az a brazil, nem az a hipó, ahol én is voltam. De azért vannak közöttük rutinos játékosok, tehát nem, nem rossz csapat, de azért velük szívesen játszani. Uh -huh. Egyébként, hogyha nézed azt a, azt a lehetséges BL csoportot, az. Jó, hát persze oda kell jutni, oda az kell jutni. oda kell jutni, de akkor az biztatónak tűnik számodra? Számomra igen. Hogy megnyugtatónak? Igen. Na, na Nincs ez, az, megnyugtató, ez, ez a következő két. dolog tehát, hogy ugye nem nyugodhatunk bele semminek, de nyugodni. igen, de szívesen játszanék ezekkel a csapatokkal, ez tény. És végül azt mondd meg Viki, hogy, 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 ha, ha, hogy milyen fradit ígérhetsz igazából majd erre az őszre, szóval mennyivel lett ez a csapat szerinted erősebb a tavalyihoz? Például amikor nem beszéltünk mi a kapusposztról. Ö, szerintem ö, nagyon jó a kapusunk, tehát, ö, mint emberileg is, tehát, hogy egy pillanat alatt beilleszkedett a csapatba, és ö, szerintem ügyes is, tehát, hogy így teljesen beleillik ebbe a Ferencvárosba. Uh -huh. Uh -huh. Szóval milyen fradi lesz ez az össze? <laughs> hát nagyon szeretném, hogy új csapat legyünk. Uh -huh. Hát ö, legyen így, és akkor a legelsőképpen ö, sok sikert ez a, ez a Lipcsei kalandhoz, hogy az legyen meg. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, hogy itt voltál! Én is köszönöm!